Az MTK élvonalbeli futballcsapatának állandó utánpótlás biztosító játékosok sorát külföldre is eladó Agárdi Sándor Károly Labdarúgó Akadémia a klubhoz hasonlóan tulajdonos váltáson esett át, de a feladatok változatlanok. Csapataik jobbára előkelő helyen állnak a korosztályos bajnosságokban. Vendégünk az intézményt irányító edző Tamási Zsolt, vele pedig a magyar utánpótlás válságjeleit is érintjük majd. Jó reggelt kívánok, szervusz! Jó reggelt, kívánok. És kezdjük ott, Zsolt, hogyha már válságjelek a, a, tetején, ugye majdnem az egész magyar utánpótlás szövetségi edzői garnitúrát lecserélték most. Az út 15 es válogatott nem jutott túl az EB selejtezőn, legutóbb volt ez a 6-0-ás vereség Olaszországtól. Ezek válságjelek, van baj szerinted? A magyar utánpótlás képzésben, vagy egyszerre most így jött össze. Aztán semmi sem változik. Mind a kettőben van igazság, véleményem szerint. Természetes, hogy mindent lehet jobban csinálni. A magyar utánpótlás az elindult egy megújuláson, én ezt így fogalmaznám. Senki nem várhatja, hogy egy-két éven belül eredményt produkálunk. Én azt gondolom, hogy rengeteg pozitív dolog történt. Most ez az utolsó esemény, ez a 06, ugye ez, ez megingatott embereket abba, hogy itt jó irányba indultak el a dolgok. Nyilván ennek a mérkőzésnek megvannak azok a szakmai okai, hogy ezt a korosztályt például fél évig nem hívták össze, ebben most nem menjünk bele. Nem szabad azonban elfeledkezni az elmúlt évek eredményéről, ha már eredményt keresünk az utánpótlás válogatottak, mert itt az a cél, hogy jól képzett és nemzetközi tapasztalatot szerző labdarúgók kerüljenek majd fel a felnőtt futballban, hiszen a tavaly évben azért a, a 95-ös korosztály olyan top csapatokat vert meg, mint Portugália, Franciaország, Németország, Olaszországot 5-2-re de valahogy ugye a közvélmény felezően természetesnek tűnik, vagy ugye mondhatnánk az, az után, vagy a világbajnoki bronzérmünket az 23-as VB-n, tehát azért vannak itt pozitív folyamatok, ettől függetlenül azt mi is látjuk, hogy a, a magyar labdarúgásban a, a, játékos képzésben komoly problémák vannak, itt az alapokkal, tehát a legkisebb korosztálytól kezdve, úgy mondom a periféren, amikor elindulnak ezek a gyerekek a futball tanulás útján, ott kell nagyon-nagyon sokat tennünk, mégis előre lépnünk. Nemrég azt mondtad, hogy gyáva nyúlban nem lehet erős oroszlán legféle bátor nyúl. Na most, ha ezt lefordítjuk, akkor azt jelenti, hogy a mi játékosaink valamilyen oknál fogva sokszor nyúlaként viselkednek? Nem mondanám ezt sem. A mi játékosink a magyar közegben nőnek fel. Megkaphatnak bármilyen jó képzést, hogyha a hétvégeken, tehát a mérkőzéseken nem tudjuk biztosítani nekik azokat a, a, a mai modern futballhoz elengedhetetlenül szükséges fizikai követelményeket, játék dinamikát, párharcok, párharckészség fejlesztést, ami szükséges a nemzetközi szinten. Én azt gondolom, hogy a mi játékosink utánpotlás tudok beszélni, az elmúlt években bevizonyították, hogy bárkivel felveszik a versenyt, becsúszhatnak sajnos ilyen vereségek, mindahogy becsúszhatnak nagyon szép sikerek is, nem ezt kell leménni, ez egy út, a lényeg az, hogy majd amikor felkernek a felnőtt válogatottba, vagy a felnőtt futballba, akkor milyen játékosokká válnak. A mai itthoni akadémiai képzési rendszer az egy jó elképzelés, jó Beszélhetünk <coughs> egyáltalán egységes akadémiai képzési rendszerrel akkor, amikor ugye vannak kiemelkedő fontos műhelyek, nagy bázisok. Vajon az, hogy ki milyen módszereket, metódusokat alkalmaz, abban miféle hát átjárás van mondjuk, hogyha egy játékos nem jellemző, de egyik helyről mégiscsak átkerül a másikra. Tehát én azt gondolom, hogy minden akadémia a legmodernebb módszerekkel dolgoznak, és természetesen, mind a sport vagy az élet minden területén, mindenkinek megvan a saját egyéni stílusa, elgondolása a futballról, de azok az alapvető paraméterek, azok mindenhol azonosak. Ráadásul ezeken az akadémiákon prolicenses vagy alicenses al edzők dolgoznak, tehát nyilvánvaló, folyamatosan tovább képzik magukat, tovább vesznek részt. Tehát nyilvánvaló, hogy az alapvető dolgokban azonosak vagyunk, de minden akadémiák megvan a sajátos arculata. A Sándor Károly Akadémia nyilván az MTK most már száz éves tradícióra alapozva egy technikás stílust játszik. Egy MTK stílust játszik, így van. Így van. Én azt gondolom, ez, ez, jó is, hogyha ez a sokszínűség megvan, tehát nem lehet egy egy kapta fára készíteni fel a gyerekeket, de az alapvető, a legfontosabb dolgoknak mindenhol a helyén kell lennie. Na most ugye Agárdnak azért sincs oka szégyenkezni, mert megpróbáltam összeszámolni, hogy hány volt hallgatótok, diákotok szerepel külföldön, vagy az MB1-ben, és megmondom, hogy a 30 után egy kicsivel föladtam. Te tudod a pontos számot? Nem tudom én sem a pontos számot, pedig úgy kellene tudnom, de valóban 30 fölött van, hogyha hozzáveszünk még a külföldön játszókat is. A Sándor Károly Akadémia azt gondolom, hogy abba több a többi akadémiánál. mind a mai napig, hogy nem csak az akadémiára beszélünk, hanem az egész klubról. Nálunk az egész klubmodell erre épül, hogy az akadémiáról kikerülő gyerekek a, az MTK felnőtt csapatába folytatják a futball tanulását, Magyarul a felnőtt futballba való beilleszkedésük biztosított az MTK-ba. Nyilván nem elvtelenül, hiszen azért bizonyítaniuk kell, hogy alkalmasak a felnőtt futballra, és minden akadémista nem is tud oda kerülni az MTK felnőtt keretéhez. De nálunk nem fejeződik be a képzés. Az akadémián, illetve biztosítjuk a játékosainknak, hogy a saját közegünkbe kezdjék el tanulni a felnőtt futballt. Mert ez egy nagyon égető probléma, hogy a felnőtt futballba való átmenet, az hogy oldjuk meg. Tehát a ti uh, szenior uh, akadémiai professzorotok az uh, Garami Józsi bácsi. Tulajdonképpen így mondhatjuk, hogy amit mi elkezdünk az akadémián, és uh, évek alatt ráállunk a gyerekekre, a döntő lépés ugye, amikor a felnőtt futballba be kell illeszkedni ott az pedig a Garam József által vezetett szakmai stábnál történik. Így. Most nálatok van egy vajta meghatározott preferencia a tekintetben, hogyha van egy nagyon tehetséges játékosotok, még akadémistaként el akarják vinni külföldre, azt inkább engedjétek, vagy pedig azt mondjátok, hogy először próbáljuk bevetni az MTK-nál, még mindig növeljük az árát, nézzük meg, hogy mennyire értékes, és akkor adjuk majd el. <coughs> hát mindig a játékost nézzük. Tavaly például Polgár Kristóf került ki a Liverpool Akadémiára, kapott profi szerződést, pár éve az Adorján Krisztián szintén ezt az utat járta be. Nincsenek törvényszerűség, nincsen az kimondva, hogy csak ez az út járható. Minden esetben megvizsgáljuk az adott lehetőséget, hogy ez a játékosnak jó-e. A mi akadémiánk és a klubunk arra épít, hogy, hogy játékosokat neveljünk, és hogyha annak a játékosnak az előrelépéséhez az kell, hogy külföldre kerüljön, és már érett rá, főleg személyiségében, hiszen az az adott klub, amelyik megkeres minket, úgy, úgy ítéli meg, hogy játéktudásra tehetséges szeretni magához csábítani, vagy leszerződtetni. Nekünk meg abba kell döntést hoznunk, hogy emberleg alkalmas-e már ez a fiatal ember arra, hogy külföldre kerül. Mind a két út egyébként járható, az is, hogyha Magyarországon, tehát mondjuk az MTK-ba lesz M1-es labdarúgó, és úgy próbálja magát aztán magára felhívni a figyelmet a teljesítménye vagy már utánpótláskorú labdarúgóként kikerül külföldre? Ha már a Liverpool szóba került, az az együttműködés ja, abban a formájában már nem létezik. A szerződés már nem él, de a szakmai együttműködés az folytatódik. Az ilyenfajta szakmai együttműködésekről mi a tapasztalatod? Van egy másik is, például hogy a 2009-ben volt az ötlet, hogy az akkori 91-es korosztály jeles képviselői egy évet töltsenek az utána a későbbi korosztályok nem követték őket. Szóval ezek, ezek a, a, kihelyezni őket külföldre, szakmai együttműködés egy klubbal, ez, ez alapvetően bevált? Ez tulajdonképpen azért történt akkor, mert ez egy nagyon tehetséges korosztály, hiszen jelenleg már heten stabilan játszanak közülük az MB1-ben mert pont amit az előbb említettem, hogy próbáltunk egy olyan elképzés mentén haladni, hogy ezeknek a fiatal embereknek egy más futball közegben, más futballt tanulva, más futballterhést kapva próbálnak meg fejlődni. Partnerrel találtunk az Oldham Athletic menedzserében, sajnos azonban az élet azt hozta, hogy fél év után ezt a menedzsert elküldték, és az új menedzser már nem preferálta ezt az együttműködést. Egy évig ment, volt kint egy évig két játékosunk, a többiek már fél év után hazajöttek. Meggyőződésem, hogy jó elképzelés volt, hiszen nem mindegy, hogy a hétveken ezek a gyerekek mondjuk 18 évesen az Arsenal, a Manchester United vagy a Manchester City csapata ellen játszottak volna, vagy nem megsértve senkit. Tehát Magyarországon kellett elutazni mondjuk akár. Békés Csabára, Kecském, nem lebecsülve ezeket a csapatokat, csak érezhető a különbség, hogyha hétről hétre ilyen hőfokú mérkőzéseknek vannak kitéve a gyerekek nyugban szolgál fejlődésük. Ilyen szempontból, ugye tavaly az MTK anyagi okok miatt úgy döntött, hogy, hogy a bajnokságban nem fog csapat indítani, MB3-ban. De azért vannak játékosok, akik panaszkodnak, hogy, hogy az 24 es bajnokság színvonal az nem olyan jó, szóval ezt a döntést ezt lehet, hogy, hogy felül fogjátok bírálni? A klub? Ezt nem tudom. Én magam is kicsit csalódásnak éltem meg akkor nyáron, hogy nem, indulunk, nem indítunk csapatot az MB3-ba, azonban az elmúlt fél év tapasztalata az, hogy azok a klubok, akik indítottak és beszéltünk nyilván az ottani szakemberekkel, nem váltotta be teljesen a, reményeket ez a rendszer. Az, hogy az 21 es bajnokság milyen színvonalú, a téli felkészülésben minden nb 3 as csapatnak 3 4 5 rúgnak ezek a csapatok, valóban jobb lenne, hogyha a felnőtt futball tanulnák már ennyi időskorban a labdarúgók. Óriási hibának tartom, hogy az MLS elnökség olyan döntést hozott, hogy az MB-es klubok másik csapatai nem indulhatnak az MB2-be. Te, te, te azok között azok ezt nagy hibának tartom. E óriási abszolút. hibának tartom. Igen. Azt mondd meg Zsolt, hogy végül, hogy ez a tulajdonosváltás, ami a klubnál lezajlott, ez rátok nézve milyen következménnyel jár, minden háttér ugyanúgy biztosította, -e, ugyanúgy folytatódik -e a működés? Természetesen a Sándor Károly Akadémiát továbbis a Sándor Károly Alapítvány finanszírozza, aminek Várszeg Gábor ugyanúgy a tulajdonképpen az akadémia háttérében ugyanúgy ott áll. Együttműködünk nyilvánvaló a Budapest Zrt-vel, mi adjuk az utánpótlás csapatokat. Minden zavartanul működik, nagyon komoly infrastruktúrális fejlesztéseken vagyunk túl, és állunk előtte konkrétan teljesen átalakítottuk az erőfejlesztő termünket, és a pályánkat is teljesen fel fogjuk újítani. Tehát Várszegi Gábor ebből a szíve csücskéből nem fog kivonulni. Nem. Hát akkor jó munkát nektek a tavasszal, és köszönöm szépen, hogy itt volt, Én is köszönöm.